Egyhangú szavazással fogadta el az Entai Községi Képviselőtestület, hogy a romániai Székelykeresztúrral testvérvárosi kapcsolatot alakítsanak ki. A két település évek óta szorosan együttműködik, ám eddig hivatalosan nem létesítettek testvérvárosi kapcsolatot. A képviselőtestület megszavazta, tehát most már formálisan is eleget tettünk azoknak az előírásoknak, jogi feltételeknek, hogy két község hogy tud testvérvárosi kapcsolatot kialakítani. Az együttműködés a tervek szerint elsősorban a gazdasági, a tudományos, a művelődési, a sport és az oktatási nevelési élet területén valósul majd meg. A községi képviselőtestület 38. rendes ülésén elfogadták a község 2014. évi költségvetésének zárszámadását. A közel 1 milliárd dináros költségvetés 80%-ban valósult meg. Amint egy 550 millió dináros bevételnek köszönhetően a község összességében pozitívan zárta az évet. A használók felé minden kötelezettségünket tudtuk teljesíteni. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a kifizetési határidőre van egy törvény, hogy 45 napot tartani kell, tehát ezeket is tudtuk tartani, úgyhogy mondhatjuk, hogy egy jó gazdálkodásról beszélhetünk, és tehát 7,5 millió dináros pozitív mérleggel zártuk a 2014-es évet. Az ülésen módosították az állami tulajdonban, illetve Zenta község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek és garázsok bérbeadásának feltételeiről és eljárásáról szóló rendeletet is. Töröltük azt a rendelkezést, mely szerint a régi mesterségeket folytató személyek kedvezményben részesülhetnek helységek bérlésekor. Erre azért kellett, hogy sor kerüljön, mert a közvagyonról szóló törvény azt írja elő, hogy a piaci értéken alul nem adható bérbe üzlethelyiség. Az önkormányzat illetékesei szeretnék mielőbb megtalálni annak a módját, hogyan segíthetnek egyrészt a régi mesterségeket űző személyeken, másrészt a helybeli vállalkozókon. Az ülésen Gyuri Zsivkovics Tamara személyében 4 éves mandátumra kinevezték a Zentai gyógyszertár igazgatóját, valamint több oktatási intézmény iskola székének összetételében is személyi változásokról határoztak.